Laboratóriumunk 1990-ben az intézet valamelyik átszervezésekor született. Alapvetően gyártásautomatizálás különböző kérdéseivel foglalkozunk. Elsősorban berendezés irányítással, később rendszerirányítással, cellairányítással, tehát mindenféle olyan berendezések és rendszerek lehetőleg automatikus, lehetőleg intelligens irányításával, amelyek a gyártást megkönnyítik, meggyorsítják, egyszerűbbé teszik. A laboratóriumunk üzemelteti jelenleg az intézetben lévő robotlaboratóriumot, amelyben néhány kísérletet mutattunk be. A Rubik kocka tekerő bemutató és mutatvány. A lényege, hogy egy nagy teljesítményű Fanuc ipari robot olyan munkát végez, amit tulajdonképpen nem neki találtak ki, tehát egy 130 kilót emelni és mozgatni képes ipari berendezés tekergeti a helyére a kisméretű Rubik kockát. És a kísérlet azért nagyon érdekes, mert a robot különböző mozgás formáit, mozgás lehetőségeit, lassulását, gyorsulását jól be lehet rajta mutatni. Ugyanakkor a számítógépes irányítás intelligens irányítást biztosít. Egy másik kísérlet, amit végzünk, az úgynevezett inkrementális lemezmegmunkáláshoz tartozik. A lemezmegmunkálás a világban úgy történik, hogy csinálnak egy nagy mintát, öntőformát vagy lemezmegmunkáló formát, arra ráhelyeznek egy síklemezt, és ezt egy másik formával, nagy erővel, nagy sebességgel megnyomják. Így készülnek autókarosszéri elemek és mindenféle más fémlemez dolgok. Ez a technológia megsporolja az egyik formát, a másik formát is, és úgy működik, hogy egy kifeszített lemezt a roboton lévő golyós végű szerszámmal nyomkodjuk oly módon, hogy egy adott program alapján a robot lépésről lépésre szinte kimélyítve egy adott keretben hozza létre a fémlemezt, amire szükségünk van. Ugyanez a technológia alkalmas arra is, hogy kis sorozatban vagy egyedi darabokat gyártsunk. Távolati célja ennek a kísérlet sorozatnak például a úgynevezett ortézis gyártás. A másik kísérletünk ugyanebben a laboratóriumban műanyag megmunkálása, műanyag lemez megmunkálása vonatkozik, ahol két irányból hatunk a lemezre. A megfelelő mennyiségű hő közlések mellett a megfelelő irányító program hatására tetszőleges műanyagformákat tudunk létrehozni. A jelenlegi robotlaboron kívül az osztály munkájának nagy része nemzetközi projektekhez kapcsolódik, így kapcsolatban vagyunk Európa nagyon sok országának, nagyon sok kutatóintézetével, egyetemi tanszékével. A robotlaborunk összes berendezése és szoftverje kapcsolatban áll a Staki más részlegében, a kognitív informatika laborban kidolgozott virtuális kollaboratív aréna elnevezésű szoftver keretrendszerrel. Ez az aréna lehetőséget ad arra, hogy a világ bármely táján az interneten összekapcsolt rendszerben működő robotok és hasonló berendezések együtt tudjanak működni. Meglehetősen kellemes, barátságos, szakmailag magas szinten álló kultúrált munkahely.